Oh, that guy won me. Sziasztok! Ez egy olyan videó lesz, ahol bemutatom ismét az edzésemet. Ilyen videót már csináltam. Az Magyarországon történt, és most elárultam, hogy nem Magyarországon vagyunk, hanem híres Romániában. Az enduro egyik történelmi helyén be fogom nektek mutatni, hol fogunk feljárózni, milyen nehéz akadályok lesznek, milyen etaprészeket járunk, milyen időköröket fogok mérni, vagy mérni fogunk tesztkörök. Fokozatosan építjük fel ezt is, mint ahogy látjátok, folyamatosan egyre nehezebb feladatokat csinálok én is. Főleg itt az enduróban nincs tapasztalatom, hiszen most lesz egy éve, hogy csinálom, és nézzétek meg a videóba, hogy már milyen feladatokat én meg tudok csinálni, meg föl tudok menni. Kicsit többet esek, hát de ez van. Tartani és folyamatosan csinálni, és ugye fokozatosan, amit említettem már, hogy felépíteni ezt a dolgot, és meglátjátok, hogy mennyire gyönyörű, illetve milyen szép helyeken is járunk, meg mennyire nehéz. És most ezt szeretném nektek bemutatni, akkor csekkoljátok. Szállásunk, semmi extra. Azt kell tudni, hogy tegnap szakadt az eső, és olyan a talaj, mint a nyálka. Azaz, csatogjon a fém.
Woo!
föld van, basz. A felhőkön vagyunk. Azt a... Pont itt a végén, ott ahol még nincsen hó, ott szintem ki lehet menni. A kőtengeren át a tetejébe. Patakon? Ott nem kell patakon menni. A nagy katlanban nem kell patakon menni. Jawohl, generale! Turista úton megyünk, gyerekek! A motor nem megy, csak utazunk. Geci komoly. Lábdurran. Görcsöl. Kimegy az eleje, gatya. Ez is lehet egy szarszakban. Mekkora kutya van. Mi jobban fosik, mint mi. Merre, oda le! Csacsi. Ki a csacsi? Mit mondasz? Akkor most veszed el a román tüzességedet már? Igen. Majd ha ennúra vagy, mi vissza, hogy elmondom. Jó, nem jó? Én voltam a keresztanyja, bazd meg románba. Peti meg a keresztapja. Ez így van.
szakadék. És föl. Fasza, nem? Meghalsz. Jön a... Fasz. Ebből mi lesz? Nem megy föl ott? Száraz volt a kő. Száraz volt a kő, és ott egyenesen izért is föl. Gyerekek! Pusztulat! Ezek azért vannak itt, mert olyan viharok szoktak lenni, hogy agyon csapja a pásztorokat a villám, és így emlékeznek meg róluk. Nagyon durva, milyen viharok lehetnek itt fönt. Ámen. Kenyér? Bazd meg, itt túlmész. Gatya! Gyönyörű.